hey! Hadd meséljek a családomról. Hey, here we go now, it's bedtime again. Let's take a look and see what's happening. Roller coaster ride, no surprise. It's life with Louie, Louie, Louie. Life with Louie, Louie, Louie. It's life with likable, lovable, completely huggable. It's life with Louie. Louie élete. A gólya hossza. Megjött. Louie! Nem most, anya. Most jött meg az új szimat felügyelő. Gyerünk, katona! Mozgás! Mivel 11 gyerekes családban nőttem fel, sosem volt saját helyem. Nem hallod? Az apád, aki egyben az elöljáród is, le akar ülni. Igen, hát a közkatonát olvas. Valóban? Ezt olvasd el. Tűnés. Az embert már olvasni sem hagyja. A ház minden pontján mással kellett osztozni. Louie, segítenél megteríteni a vacsorához? Szimat felügyelő befordulna a sarkon. Hé, hey, Louie, találd ki, mi ez? Ünnepélyesen fogadom, hogy mindig jössz hozzámhoz. Elég, hagyd abba, Tommy! Kihányom az ebédemet! Megvan? Figyelj, segítek! Minden reggel el szoktuk mondani. Megvan! Tűnj a szobámból, mielőtt kidoblak! Ha? Figyelj! Hazámhoz az Amerikai Egyesült Államokhoz, amely Isten áldásával a szabadság és az igazságosság honol minden polgár számára. Bár csak egy kell lennék. Szimat lerohant a völgybe, ám egyszer csak elerett az eső. Hey! Louie, te mit csinálsz? Csöpögök! Legközelebb igazán szólhatnál. Egy titkos búvóhely. Végre találtam egy zugot, amit a sajátomnak nevezhettem, ahol órákon át elrejtőzhettem az egész világ elől, és... Rendben, irány a szoba emészteni. De, apa, nem felejtettél el valamit? Péntek van, zseppénz. Szívjátok csak az öregetek vérét. Halló? Rendben, Danny. Itt az egy dollár azért, hogy nem vágod le a füvet. Laura, tudtom, hogy neked 75 cent jár. Köszönöm. Azért, hogy napi 24 órán át a telefonon lógsz. És Carol, itt a fél dollár azért, hogy nem viszed ki a szemetet. És Louie, elfelejtettem, hogy te mit nem csinálsz. Hé! Ugye én sem maradok ki a szórásból. Ne haragudj, nem akartalak kihagyni. Itt a negyed dolcsid azért, hogy 5 éves vagy, és ezért abszolút semmiben nem segítesz, de azért szeretlek. Hát köszönöm, Dr. Martin. Dr. Martin, mi a baj? Semmi, szívem. Úgy tűnik, hamarosan érkezik egy éhes száj. Akkor kapjuk be a vacsorát, nincs kedvem elkínálgatni. Nem, Andy, én most nem arra céloztam, hanem az állapotomra. Hát te is! Kifogytam, csődbe mentem, le vagyok égve. Az Andy anyahajói jéghegynek ütközött és elsüllyedt. Nem, Andy, az a helyzet, hogy várandós vagyok. Igen, és mire vársz? Örömre, Andy, egy nagy örömre várok. Gyereked lesz, anya. Mi? Sóhajts mélyeket, Andy! Sóhajts mélyeket! Egy újabb! Ez biztos! Az orvos szerint igen. A laktanya már így is dugig van. Nem engedhetünk meg még egy újoncot! Tudod, hányan vannak? Majd boldogulunk, mint mindig. Csak át kell gondolnunk. Át van gondolva. Megvan a terv. Az egyiktől megszabadulunk. Tudtam. Andy, ezt nem mondod komolyan? Hát persze, hogy nem. Legalább 2-3 gyerektől meg kellene szabadulni, hogy elférjünk. Mindig mondtad, hogy piszkos 12-től szeretnél. Elismerem, ez igaz. Ne félj, babarcu, szeretni fogom az újoncot. Andy, te mindig olyan kedves vagy. Ki tudja, lehet, hogy ő lesz az, aki öreg napjainkban támogat minket. De sajnos már nem úgy van, mint régen, amikor elég volt rekvirálni, és az állambácsi állta a számlát. Most mindenért én fizetek.
Van egy ötletem. Utoljára 6 éve emelték a fizetésedet. Nem gondolod, hogy végre ideje lenne? Mit szólsz? Nem rossz ötlet. Persze sokkal könnyebb lenne valamelyik kölöktől megszabadulni, igaz? Kistestvér, kistestvér, kistestvér! Te meg minek örülsz annyira? Te viccelsz? Nekem is lesz házi cselédem. Mindent megcsinál, amire utasítom. Ugyan miért csinálna meg? Mert idősebb leszek nála azért. Tényleg? Ne ugrálj az ágyon! Nem ugráltathatsz engem! Én ezt feladom. Mindegy. Úgy tűnik, alig ha lesz lehetőséged a kis testvér előnyeit kiélvezni. Hogy érted ezt? Apa szerint már így is túl sokan vagyunk. Egyikünket ki fogják rúgni. Hazudsz! Valamikor, nem ma. Hallottam, hogy beszélnek róla. Az enyém lehet a Minnesota Twin zászló. De meg miről beszélsz? Nem biztos, hogy engem. Tudod, hogy mindig a legidősebb megy el. Amikor John megszületett, Sid. Amikor Peter, akkor meg Julie. Most te jössz. Vagy te, vagy Laura. És hogy őszinte legyek, szerintem Laurát jobban szeretik. Ám a fészekben nem jut mindenkinek elég hely. Ezért az idősebb fiókának távoznia kell, hogy helyet adjon az újszülötteknek. A kék madár így neveli a családját évszázadok óta, nemzedékről nemzedékre. Igen, Louis? Mi lesz az idősebbekkel, a testvérekkel? Maradhatnak a szüleikkel, ha akarnak? Nem, Louis. Amint a fiókák megtanulnak repülni, a szüleik elzavarják őket a fészekből. Csíp. Szia, anya! Szia, szívem! Ne felejtsd el az összes kukacot megenni! Még egyszer kösz, Louis! Minden jót, katona! Ne kiméld a szárnyaidat, és óvakodj a macskáktól! Persze! Vacsora! Mi csak 8 éves vagyok! Érted, Louis? Hát persze, megértettem, hogy nélkülözhetetlenné kell tennem magam a ház körül, különben hamarosan vehetem a kalapomat. Bocs, anya, remélem, hogy nem veszed észre. Gyere, Louis, megyünk úszni. Nem lehet, ablakot pucolok, kitakarítom a garázst, felmosom a padlót. Mit tettél, hamupipőke? Semmit, anyunak gyereke lesz. Most mi segítsünk? Nem most, de nem kockáztatok. Apa szerint egyikünknek el kell mennie, és szeretném, ha nem én lennék. Az... Hé, Louis, majd add meg az új címedet! Hamarosan rájöttem, hogy a túlélési tervem nem segít. Hé, ti meg mit csináltok? Gondolom, nem a fürdőkát helyét méritek. Dehogy drága, csak azt próbáljuk kisütni, hogy tudnánk egy kis teret nyerni. Rájöttem, az utolsó esélyem, ha kiderítem, hogyan kerül ide a baba, és visszaküldöm, ezért az illetékeshez fordultam. Aztán zsémbes lesz, sokat eszik, a hasa nagyra nő, és 9 hónap múlva megszületik a baba. Az nem lehet, anya és apa nem tenne olyat. Egyértelmű, más forrás után kellett néznem. Kimennek a káposzta földre. Kiválasztják azt, amelyik tetszik nekik, szétszedik és kiveszik belőle a babát. Ilyen egyszerű. Ginny nevetséges története után ebben legalább volt logika, de még mindig nem voltam meggyőzve. Ugyan már! Úgy érted, neked még senki se beszélt az óriás gólyáról. Anya, kérdezhetek valamit? Bármit, Louis. Én hogy lettem? Itt születtél Cedarnolban, akár csak a család többi tagja. Nem, úgy értem, honnan kerültem ide? Ó, értem. Hát kérdezd meg inkább az apádat, amikor hazajön. Na, védekezzetek már! Keményebben! Mit szólsz a Packershez? Igen, hogy mit szólok a Packershez? Tudod, van egy érdekes kérdésem. A Packers honnan származik? Green Bayből, ezt mindenki tudja. Ó, van még egy érdekes kérdésem. Én honnan származom? Ha mit gondolsz? Anderson vagy Louis tetőtől talpig? Az egyik legrégebb és legjobb család, amely átkelt az új világba. Úgy értettem. Amikor az ükük apád Günther Anderson vitorlát bontott Norvégiában... Igen, igen, ezt tudom. Akkor meg miért kérdezed? Mert tudni akarom, hogy születik a baba. Ha? Ó,
Rendben, elmondom. A szerelem háború, vagy inkább verseny. Azt hiszem, a szerelem verseny. Apa. Mindegy. Az apát tekintsd a partra szállónak. Az anya meg mondjuk Franciaország. Az apa lerohanja a normandiai partvidéket. Két éltű járműveken küldi partra csapatait. A katonák egy része aknára lép. Másokat elfognak és sokan elesnek az ellenséges tűzben. De egy katonának sikerül átjutnia. Látod? Így születik a baba. És ezért kaptad a bíbor szívet? Igen, mind a 11-et. Így hát végre összeállt a kép. A franciákat golyók támadják meg, ezért egy 400 000-es sereg száll partra, a normandiai parton, két éltő járműveken. A tüzérségi tűzben elverekszik magukat a káposzta földig, míg végül csak egy marad életben. Rendben, fiatal ember, te most szépen velem jössz. Hé, az új ingem! Mr. Anderson, bár nagyra becsülöm a gyermeke tudás szomját, azt mégsem tűrhetem, hogy a születés csodáját partraszállások, robbanások és tömegmészárlás képeivel írja le. De a tény az tény. És honnan szedtette ezeket az úgynevezett tényeket? Persze, hogy tudom, mi a különbség katonák és katonák közt, csak Louis egy kis összekeverte a dolgokat. Hát, előfordul az ilyesmi. Ezért ajánlom a figyelmébe a legújabb könyvemet. Hogyan mondjuk meg gyerekeinknek, honnan származik a baba, avagy a káposztaföld és más tévhitek? Nem hiszem, hogy... Potom 14,95-ért megkapják a szükséges segítséget. Maga meg miről beszél? 11 gyerekem van. Tényleg? És mind azt hiszi, hogy egy felrobbant aknamezőről származik Franciaországból? Louis, szerintem ideje lenne elbeszélgetnünk. Apa már mindent elmondott. Én csak a babáról szeretnék beszélni. Úgy látom, mindkettőtöket izgatja az új kis testvér. Szeretném tudni, hogy számíthatok-e a segítségetekre. Mindketten kaptok egy tojást. Képzeljétek el, hogy ez a baba. Anya, Louis eltörte a babát! Látod, a tojás törékeny, akár csak az újszülött. De ha megtanulsz vigyázni a tojásra, akkor a baba gondozásában is tudsz majd segíteni, érted? Tudtam, honnan fúj a szél. Ez a végső próbatétel. Akinek tovább bírja a tojása, az marad otthon. Elnevezhetem a tojást. Hát persze, Tommy, ez igazán aranyos ötlet. Szóval felvette a kesztyűt. De én résem voltam. Én két nevet adok neki, és elviszem az iskolába, hogy tanulhasson, hogy okos tojás legyen. Ez kedves tőled, Louis. Csak ne essen semmi baja, ez a lényeg. Számíthatsz rám, anya, biztonságban van. Szia, Tommy. Szia, anya. Ne feledd a tojásodat. Anya, Duncan még éhes. Én Andy urának neveztem el, utánatok. Ó, ez igazán kedves. Duncan kaphat még húst. Mi az, Duncan? Allergiás vagy? Jó, majd én megeszem helyetted. Hé, anya, meg tudom büfisztetni. Nézd. Ügyes vagy, Tommy. Hát... Én megtanítottam neki, hogy kell magától büfögni. A pelenkázást is gyakoroltam. Az én tojásom már szobatiszta. Ez egy tojás zseni. Ma reggel járni tanítottam. Tojások! Elegem van a tojásokból! Ha tojás családot akartam volna, tyúkot veszek feleségül! Andy, jól vagy? Miattam ne aggódj, kedvesem. Csak kiengedtem a gőzt. Tessék, kéred a helyemet? Nem, maradj csak, nem ülök le. Én csak gondoltam, megkérdezem, hogy sikerült ma beszélned Mr. Applegate-tel? Akartam, de amikor épp az irodájába tartottam, valami közbe jött az ebéd. Ó, egy kicsit növelned kellene az önbizalmadat. Megmutatom, mire gondolok. Figyelj, te most magadat játszod, Louis pedig Mr. Applegate-et. Úgy érted, én leszek apa főnöke? Ez nevetséges! Igaza van. Inkább én leszek apa főnöke. Rajta, Andy. Legalább próbáljuk meg. A fiamtól nem kérek emelést.
Ne butáskodj, Mr. Applegate-től kérsz. Na, próbáld meg. Hát, én... Rajta, Anderson, ki vele? Nem érek rá ítélet napig. Én... emelést szeretnék. Mit szól? Nem. Nem? Ennyi? Egyszerűen nem? Menj a szobádba! Ki vagy rúgva? Mi? Mit képzeltem magadról? Louis, Andy, nyugodjatok meg! Megnyugodni? Louis kirúgott! Megpróbálok segíteni, drága. Most én leszek te. Először is köszönöm, hogy fogad Mr. Applegate. Természetesen, parancsol egy üdítőt. Az a helyzet, hogy valami fontos dologról szeretnék önnel beszélni. Mondja. Mint tudja, már 17 éve itt dolgozom. Én vagyok a legjobb beszerelő, és hogy őszinte legyek, útban van egy újabb trónörökös, úgyhogy egy kis fizetésemelést szeretnék kérni. Miért ne szeretem a gyerekeket? Hát ez őrület! Ő megkapja! De hát én dolgozom itt! Azelőtt kellett volna erre gondolnod, hogy a szobámba zavartál. Mit csinálsz már megint? A tojásom fogát mosom. Fejezd be a pedálozást! Anya nincs itthon, és a babáknak ráadásul nincs is foguk. De van! Nincs! Tommy, ez a te tojásod volt. A verseny ezzel véget ért, én nyertem, tehát én maradhatok is. Akkor hirtelen rám tört valami. Nem, Tommy, ez a tiéd. Én ejtettem el az enyémet. Gyakorolnom kell még ezt a felelősségesdét. Igen, ezt ide. Louis, mit csinálsz? Ne félj, már nem sokáig lábatlankodok. Édesem, mi a baj? Már nem vagyok gyerekanya. Tudom, mi az ábra. Mennem kell. Louis, te meg miről beszélsz? Apa mondta, hogy nincs elég hely. Még azelőtt, hogy füvet nyírtam, a ruhákat vasaltam és megbuktam a tojásteszten. Louis, az csak egy tojás volt. Duncan Joseph nem csak egy tojás volt, hanem barát, egy igazi társ. Azt hiszem, egy kicsit túl komolyan vetted. Tudom, hogy mire megjön a baba, engem elküldtek. Megértelek, a tojást is összetörtem. Louis, mi mindig szeretni fogunk. És nem tesszük ki a gyerekeink szűrét. Tényleg? Na és Sid, Charlie meg Julie? Ők maguktól mentek el, felnőttek, és el akartak menni. Nagyszerű testvér leszel, illetve már is az vagy. Igen, na ezt mondd Duncan Josephnek. Tudom, mit tettél Tommyért. Cseréltél vele? Elmondta. Hát valakinek tartania kellett a hátát, és ő még gyerek, nem élne meg az utcán. Az apáddal nagyon büszkék vagyunk rád, és nagyon szeretünk. Hova a fenébe tűntek el a konzervjeim? Az Isten szerelmére, ha megtanálom azt, aki ellopta az összes chili con carne-mat, nem hallok jót magamért. Jaj. Tessék, főnök. Negyed dolcsi, ezt miért kaptam? Megkaptam a fizetésemelést. Ez csodálatos, Andy. Büszke vagyok rád. Köszönöm, de nélkületek nem sikerült volna. Ezért kaptok jutalmat. Klassz, pont olyan, mint Louis. Az a helyzet, hogy Louis. Hey! Mi az? Az emelésből vehetsz magadnak újat, chili tolvajt. Andy, kedves vagy, de azt hiszem erre egy darabig még nem lesz szükség. Hát most nem, de majd ha jön a baba. Az a helyzet, hogy voltam ma az orvosnál, és kiderült, hogy mégsem lesz gyerekünk. Mi? A rendelőben összekevertek két kartont, de Mrs. Brownnak gratulálhatunk. Pedig már kezdtem megbarátkozni a gondolattal. Nem baj, katonák, így is szép nagy a hadseregünk. De apa, egyik katonát se érte túl. Ezúttal nem. Nem kellett tábornoknak lennem ahhoz, hogy lássam, apa újabb rohamot tervez. És legnagyobb meglepetésemre én is reméltem, hogy a csapatok ezúttal sikert aratnak, vagy legalább egy katona. Andy, azt miért olvasod? Nem árt, ha mindenre felkészülünk. Áruld el szívembe, hogy tetszik neked a Jimbo név, nem? Megvan. Hogy is nem jutott korábban az eszembe? Nevezzük tábornoknak. Mit szólsz? Zseniális, mi? Anderson tábornok. És a lány?
nővérnek. Anderson nővér. Úgy legalább nem zaklatja a brüvadkölyök, és éjjel nyugodtan alhatok.